Dolgoznak a munkagépek ezen a korábbi felvételen. Az előzetes termésbecslések szerint idén közepes termés várható a kalászos, szántóföldi növénykultúrákban. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara termésbecslése alapján búzából várhatóan 4,9 millió tonna, árpából 220 ezer tonna, rozsból 83 ezer tonna, őszi káposztarepcéből 777 ezer tonna, míg tritikáléból 410 ezer tonna kerülhet betakarításra. Ezek a becsült mennyiségek a korábbi évekhez képest a búza esetében a közepesnél jobb, míg a többi növényfajta esetében közepes terméseredményt jelentenek. Előzetes termésbecslések rendelkezésre állnak már. Őszi árpa, amely valamivel több mint 200 ezer hektáron került elvetésre, illetve kerül majd reményeink szerint betakarításra, egy olyan 4,8 tonna per hektáros a jelenlegi termésbecslés, ami közepesnek mondható, jó közepesnek mondható. Őszi búzánál 960 ezer hektárról beszélünk, és itt olyan 5 tonna körüli az előzetes termésbecslés, ami szintén egy olyan jó közepesnek mondható, illetve az őszi káposztarepcénél a 2,9 tonna, egy olyan 260 ezer hektárról beszélünk, ami szintén jó. A tavalyi rekordokat biztos, hogy nem fogják ezek a növények hozni, hiszen tavaly kiugró évünk volt, de egy olyan közepes, jó közepes évet úgy gondolom, hogy el fogunk tudni érni. Az államtitkár szerint ezek az őszi kalászos növénykultúrák a téli időszakban kisebb-nagyobb fagykárokat szenvedtek el, a repcénél például mintegy 20 ezer hektárt voltak kénytelenek kiszántani a gazdálkodók. Az ezt követő száraz időszakot és az áprilisi fagyokat is megsínylették, de a helyzet nem rossz, a közepes termés elérhető lesz, tette hozzá. Összesen közel 80 ezer hektára történt kárbejelentés, a legnagyobb részben téli, illetve tavaszi fagykára, durván olyan 30-30 ezer hektárról beszélünk, illetve hát az utóbbi hetekben a jégkárbejelentések is megnövekedtek, az ország egyes részein nagyon komoly jégviharkárok voltak. A kárenyhítési rendszerünk az működik, 7 milliárd az az összeg, ami az idei évre rendelkezésre áll a jogos kárigényeknek a teljesítésére. A kárenyhítési szabályokon folyamatosan módosítunk. Egy fontos változás, hogy a légköri aszály bekerült a kár jogcímek közé, illetve az, hogy most már nem üzemenként mérjük a hozamérték csökkenést, hanem növényi kultúránként, tehát nem fordulhat elő az, hogy egyik növény kompenzálja a másiknak a termés kiesését. A területalapú támogatásokkal kapcsolatban Cerván György elmondta, hogy az idei évben eddig 177 ezer gazda nyújtott be egységes kérelmet 4,9 millió hektár területre, a támogatás idei évi keretösszege 224 milliárd forint.